Üdvillő módon mindenkinek! A most következő kísérletben olyan dolgot fogok csinálni, amit nem ajánlok senkinek sem, abban az esetben, ha nem tudja, hogy mit csinál. Ha tudod, hogy mit csinálsz, akkor nem tudsz magadnak problémát okozni. Előjáróban leszögezem, teljesen szigetüzemben vagyok. Semmilyen kapcsolatban nem állok a hálózattal. Még egy védővel sem. Külön szondám van gyakorlatilag. Olyan, mintha egy tó közepén lennék. Na akkor kezdjük a kísérletet. A dolog arról szól, hogy valamikor régen nekem nem volt ilyen szép nagy inverterem, hanem nekem csak egy sokkal kisebb kis 2400 wattos inverterem volt, amivel én szerettem volna autót tölteni, azonban a 2400 wattjával ő leolvadt volna a farról, ha én 2200 watt körül hajtottam volna reggeltől estig, éppen ezért valamilyen segítséget kellett neki biztosít Ezt gyakorlatilag AC oldalon tudtam neki megadni, azaz AC csatoltam hozzá egy invertert. Erről egyébként volt videó is, az 1000 wattos grid invertert csatoltam hozzá, és nagyon szépen működött a dolog ellenőrzött körülmények között. Mikor ugye meglett a nagyobb inverterem, először a kék-fehér, aztán a sárga, én akkor sem mondtam már le erről a jó szokásról, hogy AC csatoljak egy invertert a meglévő üzememhez, ugyanis sikerült nekem beszerezni egy ilyen kis űrt, szolár betáplálós invertert. Ő egy 2,5 kW-os egyfázisú inverter. És természetesen, mivel hogy rendelkezésre állt több napelemszring, éppen ezért használtam is azokat, és egyúttal kíméltem ugyancsak a sárgát is, és a kékfehéret is. Na de nézzük, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban. Felügyelet mellett, bizonyos körülmények között. Mert ez egy ilyen nagyon-nagyon fapados megoldás, de a szükségtörvénybont elvén működőképes. Tehát esetemben most rendelkezésre áll egy 5600 wattos inverter, ami el fog látni nekünk egy olajradiátort villanyjal. Nézzük is meg, hogyha én ezt a kisebbik állásba elindítom, akkor mi történik. Ott van körülbelül másfél kilowatt az, ami kimegyen. Hogyan lehetne ezt a teljesítményt egy kicsit csökkenteni? Hát nagyon egyszerűen. Van egy betáplálós inverterünk. A betáplálós inverteremnek itt van az ajzata. Hát nem ajzata, a dugója. Lényeg az, hogy ide csatlakoztattam. Hát ezzel még nincs megoldva semmi. Ez konkrétan a kimenete az inverternek. Tehát oda csatlakoztattam a betápláló invertert, ahol fogyasztok. Szó szerint párhuzamosan kötöttem a radiátorommal, de teljesen mindegy, mert ugye a kiselosztóhoz be tudod csatlakoztatni. Hát most ahhoz, hogy valami történjen, ahhoz el kellene indítani a betáplálós inverteremet, amit most meg fogok tenni. Természetesen nyomon fogjuk követni, hogy mi történik, egészen pontosan. Tehát itt lent, itt nekünk már indul is a rendszer. Nektek be lesz vágva a képernyő sarkába, bal oldalra. És azt látjuk, hogy startup van, tehát az inverter érzékelte, hogy van hálózat, amihez hozzá tud szinkronizálni. Lefutatja a kötelező szabványokat, amiket beleírtak konkrétan, tehát szigetelés ellenállás, stb. Minden, 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 minden védővezetőt, minden csekkol, és ha úgy találja, hogy neki ez megfelelő, hogy ő ezt hozzá tud csatlakozni, szinkronizálni, akkor szépen rá is fog szinkronizálni. Hallható egy kattanó hang, vagy én legalábbis hallottam, most indult el lényegébe, és ahogy elkezdett betáplálni, lényegébe itt egyre kevesebb kell a szigetüzemből, ugyanis egy részét a betáplálós inverterem adja. Ott látható, hogy mennyi az annyi. Tehát, itt egy szabályt kell betartani ahhoz, hogy ez így fapadosan működjön, mégpedig len, hogy annyi energiát szabad csak betáplálni a saját szigetüzemünkbe, amit el is fogyasztunk. Ha több energiát táplálok be, mint amit elfogyasztok, az inverterem leáll hibával, ugyanis nem fogja tudni, hogy honnan jön az energia. Konkrétan a sárgára gondolok most. Tehát látható, most így kilowatt alatt vagyunk, nagyon szépen dolgozgatik itt a betáplálónk. Hát néha egy kicsit nagyon labilis, ez benne van a pakliba, ezért nem szabad túlságosan sokat rátáplálni. Tehát úgy mondanám a dolgot, hogy valamennyi mindig a szigetből jöjjön egy ilyen körülbelül legalább 600 watt minimum. Különben nem fog jól működni. Tehát van egy 2 kilovattos fogyasztót, akkor legalább 600 watt az, ami a szigetből jöjjön. A többit előállíthatja a másik. Nyilván ezt nem tudod szabályozni, főleg a sokkal több napelemet kötöl rá. Na de most az itt az igazi kérdés, hogy miért probléma ez? Mert ezt nagyon sokan felszokták vetni, hogy de mi a bajod van neked azzal, hogy hogy, hogy, több energiát csinálunk, mint amire szükség van. Hát kit érdekel? Hát van elég. Az van a probléma, hogy leáll hibával az inverter. Méghozzá a sárga fog leállni hibával, és közvetlen utána a nyakkendő is, De itt millisekundumok alatt megtörténnek a dolgok. Nézzük meg, hogyha ha eltűnik a fogyasztón, vagy mit tudom, szünetet tart, vagy valami, vagy mondjuk már felmelegedett a radiátor, és termosztátja lekapcsol. Abban a pillanatban kapol egy hibajelzést, egy 8-as kóddal, ugyanis az inverter nem tudta, hogy honnan jön a villany, és ő hibával megállt. Természetesen ugye megállt a betáplálósunk is. Hát ez ilyen, ez ilyen fapados, tehát mindig ott kell legyél. Tehát hamarabb kell leállítsad a betáplálóst, mint a fogyasztódat. Ez csak akkor tud működni. Nyomatékosítom még egyszer, tészta séget üzemben vagyunk, hálózat rákötése ilyenkor nem engedélyezett, ugyanis a betáplálsz, magadra vessél, onnantól kezdve és egyébként, ha bármit elrontol, úgy szintén magadra vessél. Most akkor én leállítom a betáplálósomat, hogy tudjon újraindulni a rendszerem. Természetesen újra fog indulni, minden probléma nélkül. Tehát nem történt semmi, de semmi probléma. Úgyhogy így ennyi van. Ez, ez a hapados megoldás. Mi a helyzet, ha van nekünk egy jó inverterünk, ami tudja ezt a funkciót mindenféle kérés és mindenféle beállítás nélkül. Nézzük meg, át fogom csatlakoztatni azt a elosztót ide a Victronba. Most akkor elindítok egy másodlagos képernyőfelvételt, aminél a Victron adatait fogjuk tudni nézni, és párhuzamosan itt lesz a Vürtszolár, és itt lesz jobb oldalt a Victronnak a adatai, hogy lássuk, hogy pontosan mi történik. Nézzük akkor, hogy újra elindítom a fogyasztómat. Ja, nem indítottam el, majd most fog elindulni, oké. Okay. a körülbelül másfél kiló watt az, ami kimegyen a Victronból, látjuk gyakorlatilag. Szépen gyönyörűségesen használjuk ezt most alapvetően csak a akuból, de használhatnánk csak napelemből is. De várjál most, még nem kapcsolom fel a napelemet, majd később lesz erre szükség. Tehát most, ha ráindítom a betáplálósomat, nézzük meg, hogy mi történik. Tehát felkapcsolom a betáplálóst. Megvárjuk, hogy elinduljon természetesen. És közben nézzük az adatokat, hogy mi történik. Addig elő lehet készíteni, az is igaz a is, hogy most le van kapcsolva per pillanat. Szóval én addig előkészítem majd itt a, a másik napelem stringet menet közben, hogy majd a Vikron is tudjon kapni majd villanyt. Tehát fogyasztjuk szépen a kis energiát, várjuk, hogy elinduljon a betáplálós, már indul is, és szépen azt fogjuk látni, amit a sárga esetében is, hogy ami energiát betáplálunk, azt nem kell legyártani a szigetüzemnek. Tehát neki ezt nem kell előállítani. És ugye a fő probléma továbbra is az, gondolnánk, hogy de mi van, ha megáll a fogyasztó? Hát akkor ugye nem lesz hova tenni az energiát, és, és hibával le fog állni a Victron Inverter is, és szegény betáplálós megint meg fog állni. Az a nagy szomorú helyzet, ami vidám is egyben, hogy nem fog megállni. Na nézzük meg, hogy én kikapcsolom magát radiátoromat, és nézzük meg, hogy mi történik. Az van, hogy mínuszba csapott át a kis mérőke, és ami energiát jelen pillanatban betáplálunk ebbe a csomópontba, az konkrétan elkezdte tölteni az akut. Minden probléma nélkül. És figyelj meg, megjelent ott fent két információs buborék. Rákattintok a fentire. Grid inverter. A PV inverter is detected on AC output and its power output is not measured. The PV inverter production feeds the AC loads and if there is a surplus, it is used to charge the battery. Hát ha oké, hanem itt gyakorlatilag azt jelezte az inverter, hogy jelen esetben egy betáplálós inverter került be a rendszerbe és nem fogja tudni pontosan megmérni, hogy mennyi energiát veszünk ki a szigetüzemből, mert egy részét a betáplálós adja. Ha felesleg van, azt akutöltésre tudja használni. Az igazi kérdés akkor jön, hogy oké, okay, tehát akkor ő tölt vele akut. De mi van akkor, ha feltöltődik az aku? Igen. Na ezért is jár előrébb mérföldekkel a Vikron a többi inverternél. Ha feltöltődött az aku, ő leszabályozza a betáplálóst, le tudja szabályozni, és az meg fog állni szépen, gyönyörűségesen, mindenféle hiba nélkül. Hát hibára fog kiállni maga a betápláló, de viszont újraindul magától, amikor valóban szükség lesz rá megint. Na és akkor ezért mondtam azt, hogy a napelem oldalt azt még nem kapcsolom be. Itt közben itt a világítás kialudt, úgyhogy ezt felkapcsolom, hogy jól látszódjon itt a felvételen minden. Tehát gyönyörű szépen működik a dolog. Adok napelemet is a készüléknek, csak azért, hogy hamarabb töltődjön fel az aku. Csak azért adom neki a napelemet konkrétan, hogy hamarabb lássuk a végeredményt, hogy mi történik egyébként, amikor feltöltődik az aku. Nyilvánvalóan a napelem is elkezd tölteni akut nekünk, de mivel az akunk az majdnem tele van, tehát nagyon kevés hiányzik belőle, éppen ezért itt nagyon hamar meg fog történni az a dolog, aminek meg kell történni ami a másik esetében nem történt meg. Illetve, hogy hát konkrétan rátáplálsz azonnal megállt Ha neki plusz energiája van, akkor, akkor nem tud mit csinálni. Itt egyébként egy szabály van még, a Vikron esetében az egy-egyes arányt kell tartani. Tehát ez most egy 6000 voltamperes inverter, tehát 6000 voltampernél nagyobb betáplálót nem lehet így ebbe a formába rákötni, mert akkor aránytalanul fog működni a dolog, és akkor már nem fog tudni jól működni, tehát szigorúan maximum 6000 volt amperes invertert lehet rákötni, de inkább kisebbet. Ezt a könyvébe is nagyon szépen leírták. Na mindjárt megközelítjük egyébként azt az értéket, ami kivezérli majd nekünk a betáplálós megállítását. Konkrétan a töltés fog megváltozni, ugyanis most töltünk erőteljesen, nyeli az a villanyt, mint a veszedelem, de egy pontban azt fogja mondani, hogy jó, oké, okay, már majdnem tele vagyok, és itt fog cselekedni a viktron Már cselekedett is. Konkrétan kiírta nekünk a betáplálósunk, hogy Frequency Too High. Azaz, úgy vezérelte ki a viktron a betáplálóst, hogy fogta magát és felemelte a frekvenciát. Itt még egyelőre 50,1 hz mutat, én szerintem ez nem annyi biztos vagyok benne. 52 egész valamennyire kéne lenni. Ja, még most emelkedik felfele. Igen. De látjátok, ennyire érzékeny egy betápláló inverter. Ennyire nagyon érzékeny. Ha a frekvencia kicsit már megnő, akkor ő már nem tud betáplálni, és ez így jó egyébként. Azt megsúgom egyébként, hogy az 1000 ratos grittájjal nem biztos, hogy ez megtörténne. Ez akkor is benyomja a villanyt, hogyha megzöldülsz. Ez lehet még 60 Hz-en is táplálna befele. Viszont egy normális betáplálós inverter, ez így minden probléma nélkül működőképes. És nézzük meg akkor, hogy elveszem tőle a napelemet, magától a viktrontól. Ugye csak azért, hogy, hogy akkor itt most merüljön már az az akku egy kicsit, és elindítjuk egy fogyasztót, hogy lássuk a visszaindulást is egyúttal. Tehát mindaddig, ameddig nincs szüksége a viktronnak pautenergiára, energiára, addig nem fogja visszaengedélyezni a betáplálóst. Azonban, mikor azt érzi, hogy neki szüksége van energiára, akkor újra le fogja vinni a frekvenciát. Közben itt megint kihaludt a lámpa. Visszagyújtom, hogy látszódjon. Lehet, hogy kapcsolok egy kicsit nagyobb teljesítményt, hogy lássuk a dolgot. Hogy hamarabb megtörténjen érted, mert itt magatokat a videóba. És vágni meg nem szeretném alapvetően. És már indul is egyébként. Tehát már ahogy érzi azt, hogy most már van hova tenni az energiát, onnantól kezdve már egyből azt mondja, hogy jó, oké, mert is. Minden probléma nélkül. És akkor már mindjárt az van, hogy most elkezdett megint dolgozni a betáplálónk. És akkor 2,4 helyet gyakorlatilag most csak kettőt veszünk ki a szigetből csak 1,9-et, de szépen csendben most nő még felfele, és ez most egy nagyon gyenge nap string, tehát erre sokkal nagyobbat is lehetne tenni, ugyanis elég jól túl lehet táblázni magát a... Hát Vikront is lehet egy kicsit túl táblázni, de a betáplálóst is. És ezek nagyon szépen összedolgoznak. Felügyelet nélkül, minden hiba nélkül fogja neked ezt csinálni. Tehát itt tudjuk feltenni azt a költői kérdést, hogy Ó, hát miért van drága az inverter? Hát azért drága, mert egy picivel jobb, mint a többi. Nyilvánvalóan ő kevesebbet tud, gyengébb minőségű, olcsóbb lesz. Nem azt mondtam, hogy nem lehet használni. Lehet használni, de nem fogja tudni ugyanazt, amit ez. Két különböző dolog. Ugyanúgy hozhatnák fekét automárkát is, hogy nyilvánvalóan, de ezen csak összevesznénk alapvetően, hogy kinek melyik a jobb automárka, mert mindenkinek más a jobb automárka. De a tudást, nem lehet eltagadni. Ami fel van készítve mindenre, az mindenre fel van készítve. Ami nincs felkészítve, az meg nincs felkészítve. Nincs mese. A fejér tetejére állsz, akkor se. És itt szépen gyönyörűségesen működik. És most megint, hogyha azt mondom, hogy ja, már megint nem megyen a termosztát kikapcsolt például, már megint megmelegett a radiátor, akkor semmi gond nincsen megint, mert megint elkezdi tölteni az akut szépen csendbe, és majd megint megáll, amikor úgy van kedve gyakorlatilag, mikor elérte azt a szintet. Szóval ez a videó ez így ennyi lenne. Tehát AC csatoltam egy invertert egy egyszerű beászon és egy jobb Victron inverterhez. És hát a különbség itt van a kettő között. Természetesen dejéből is létezik olyan valós hibrid változat, ami ki tud vezérelni betáplálóst. Ott viszont már más a szituáció, mert ott nem közvetlen erre a csomópontra tesszük a villanyt, hanem ott a generátor portra kell irányítani ezt a dolgot. Tehát ez egy picivel másabb kategória, és ez egy valós hibrid, ami hát nagyon jó egyébként, azon kívül, hogy kicsit sokat fogyaszt. Ez azért fogyasztásban ott van. Potom pénzért lehet megvenni egyébként betáplálósokat, tehát tényleg ilyen filléres tétel már lassan. Van, aki nagyon sokat kér egyébként, de nagyon sokat nem ér. 20 ezernél többet nem ér egy Inverter, Azt mindenki tudja. Én ennél olcsóbban vettem. 20 ezernél olcsóban vettem házhoz szállítva. <laughs> Mert nem tudja már felszerelni. Tehát ez hivatalosan már nem lehet felszerelni Szigetbe, viszont teljesen tökéletes. Tehát itt ez a nagyon fontos, hogy megfelelő rendszerrel olyan szigetüzemet lehet rittyenteni, hogy megáll az óra a falon. És túl tudott táblázni ezerrel, anélkül, hogy bárminek baja lenne. Sőt, alapesetben, ugye, mivel hogy a Victron ugye, az bírja a túlterhelést, tehát simán kapcsolható rá többet, mint 6 kilowatt, annyi idő alatt, ameddig leesik a feszültség, ameddig osztászinkronizál a betápláló, annyi idő alatt szépen elindul az egész mindenség, onnantól kezdve nem lesz túl terhelve. Tehát itt valóban ez a funkció kihasználható, nagyon-nagyon kényelmesen, szinte felül, hát mi az, hogy szinte, teljesen felület nélkül. Így lehet mondani. Ameddig a másik oldalt csak olyan fapadós megoldások vannak, hogy megfelelő mennyiségű napelemet rákötöl, és az pont pont fog úgy kiegészíteni, ahogy kell, és, és, talán nem veri le, de ugye csak olyan fogyasztókhoz tudod használni, ami folyamatosan fogyaszt. Például olajradiátor, villanybojler, akár egy autótöltés is lehet így, ilyennek nevezni. Tehát ilyen, ilyen dolgokhoz tudod csak használni, ami folyamatosan fogyaszt. Egy indukciós főzőlaphoz már nem tudod használni, mert az ugye hol kér villanyt, hol nem kér, hol kér villanyt, hol nem kér. Egy mosógéphez megint nem tudod használni, mert ahol, ahol ilyen össze-vissza fogyasztás van, hogy egyik pillanatban nulla kell, a másikban meg már 900 volt, ott nem fog működni a dolog. A Victron-nál viszont itt is fog működni, mert ha van felesleg, akkor tölt, ha elhasználod, akkor közvetlenül kiküld a fogyasztóhoz, engedi, hogy menjen arra. Tehát egyébként a villany nem hülye, mindig a legrövidebb úton megy. Remélem, hogy érthető volt a AC csatolásnak a mikéntje. Ilyet csak akkor csináljál, ha valóban szükséged van rá, és ha megvan hozzá a megfelelő tudásod és felszerelésed, mert különben vagy állandóan 8-as kódot fogol kapni, rosszabb esetben akár tönkre is teheted a rendszeredet, és akkor ne sírjál, hogyha úgy fogtál hozzá, hogy nem tudod, hogy mit hova kell kötni, fogalmat sincs, hogy hogy működik, nem bántásból mondom, csak hogy a rendszerek azok jól működjenek, tehát van, amit lehet, és van, amit nem lehet. Ha tetszett, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, a következő videóban majd találkozunk és ott lesz megint valami érdekesség előre láthatólag. Na csá!